Milyen és mekkora monitort vegyünk, ha játszani szeretnénk? Ez egy olyan kérdés, amit az ember újra és újra feltesz magának. Akárha most vesz először gamergépet vagy konzolt, a laptopjához keresne egy nagyobb kijelzőt, fejlesztené a jelenlegi setupját, vagy esetleg csak több monitort akar használni, nem csak egyet. Ugye monitor és monitor között is hatalmas különbségek lehetnek, de induljunk most el az alapoktól. Jelenleg 3 darab monitor méretről lesz szó, van egy 24 incses, itt a 27 incses, ez egy új szerzemény az AOC jóvoltából, illetve itt hátul meglapul egy 32 incses bestia, amit mostanában már nem használok, de ez a mai videó meg fogja válaszolni, hogy az nagy mégis miért került ide hátra. A középső egy 27 incses AOC 16,9-es képarányú adaptív színkes 165 Hz 1440p-s IPS monitor 1 millisekundumos válaszidővel. Most azért jó pár információt hallhattatok erről a 27 incses monitorról, de mielőtt belemennénk a részletekbe, jöjjön az első és legfontosabb témakör. 27 incs, avagy 68,58 cm a képátló, persze, hogyha ezt átváltjuk, gondolom mindenki ismeri, ennél jobban nem kell kifejteni. Választás szempontból inkább az az érdekes, hogy mi az ajánlott távolság az adott monitortól. 24 incs esetén 60-80 cm távolság ajánlott, 27 esetén 70-90 cm, 32 esetén pedig 80 cm-től akár 1 méter távolság volna az ideális. Minél nagyobb a monitor, annál távolabb kell ülnöd tőle, különböző romlik a reakcióidőt. Vegyük most a célkeresztet, ugye ez lesz a központi látómező, azon része, ahová elsődlegesen fókuszálunk és rendkívül élesen látunk, gyorsan tudunk reagálni. Ez körülbelül egy 10 fokos szöget zár be, ami valljuk be semmit nem ér, ha konkrétan lefejled a monitort, de természetesen ahogy távolodunk, ez a szög annál nagyobb területet tud lefedni. Egy 27 incses monitor esetén 70 cm-es távolságban nézve vízszintesen 12,24 cm-es teret foglal majd magába a központi látómezőnk az 59,5 cm széles monitorból. Ezen a területen lesz a legjobb a reakciónk. De persze ez nem azt jelenti, hogy ezen a területen kívüli részt pirossal kellene kisatíroznunk, mert attól még azt a területet is megfelelően belátjuk. De például, hogyha 20 cm-rel közelebb ülünk, avagy csak 50 cm-re, már csak 8,74 cm-re csökken, avagy egy ilyen aprósággal 28,6%-ot rontunk a reakción, ami valljuk be nem kevés. De ha 90 cm-re ülünk, akkor megjavítunk 26,4%-ot a 70 cm-hez képest. Na ezért hasznosak a szögfüggvények közti összefüggések, kérem szépen tessék figyelni matek órán, mert amíg az R4x pi-vel meg egy osztással ki tudod számolni, hogy egy négyzetcenti pizza hány forintba kerül, addig gamerként a derékszögű három szögek ismeretével be tudod lőni, hogy milyen messze kell ülnöd a monitortól, hogy meglegyen a 360 no-scope trükkse. Természetesen a monitortól való lehetséges távolságot befolyásolni fogja az általunk használt asztal mélysége, például egy ilyen vékony asztalnál ez a 4K32 incses bestia nem éppen célra vezető, de még a 27 incses sem lenne a legjobb választás. Persze, nagyobb asztal vásárlással, vagy pedig monitor tartó állvánnyal megoldható ez a probléma, de a tartó esetén meg nem lehet falnak tolni az asztalt. De Devon, miért foglalkozunk ennyit a monitor méretével és elhelyezésével? Azért, mert ha az arcodat kb. Hozzá préseled a kijelzőhöz, tök mindegy, hogy 165 Hz-es, adaptív színkes, 27 incses IPS monitoron játszol, vagy pedig egy téglafalat nézel kontrollerrel a kezedben. Írjátok le kommentben, hogy ti hány Hz-es és mekkora monitort használtok. Okés, na, jöjjön a többi adat. Az adaptív szink jelentése, hogy a monitorod képfrissítése igazodni fog a számítógéped által kipréselt FPS számokhoz, ennél a monitornál ez például 48 Hz-től 165 Hz-ig tudja lekövetni az FPS-t, ami baromi fontos, hiszen tartományon belül a monitor és a PC szinkronban van, és így nem fog szakadni a kép, amire a gamer szem ugye rendkívül allergiás. HDMI 2.0-án 144 Hz-ig működik a monitor, DisplayPort használatával 165 Hz-re is képes PC-n. 27 inch esetében 1080p felbontással nem lenne szép a kép, legalábbis ekkora méretnél, de ugye ez egy 1440p-s 2560x1440-es monitor, szóval ez is pipa. IPS kijelzője van, avagy éles és tiszta a kép, valósághűbbek a színei, jó a betekintési szöge, TN panelhez képest nem folyik ki a szemed, ha apró betűszöveget olvasol, de VA panelhez képest rosszabb a kontrasztja. Ami plusz érdekesség, hogy egy ideje a PS5 szoftver frissítésének köszönhetően a monitor HDMI 2.0-án is képessé vált az 1440p 120 Hz-re, szóval ennek a monitornak, bár a honlapján pessimista jelenleg a leírása, mégis probléma nélkül alkalmas PS5 melletti használatra 120 Hz-en. Az Xbox esetében ez nem volt frissítéshez kötve, így is úgy is működött. Az 1 millisekundumos válaszidő azt jelenti, hogy a monitor milyen gyorsan tudja változtatni egy pixel színét, a HDR-ről pedig van egy részletesebb videó a leírás.
adásban. Na most ugye átbeszéltük a 27 incses monitort és a méretválasztás kérdését. De mi a helyzet a felbontással? Maradt ugye másik kettő gamer monitor. Ugye adott a kisebb 1080p és a nagyobb 4K monitor. Itt jön a képbe a bottleneck kérdése. Vegyük mondjuk az én példámat. Volt nemrég egy Ryzen 5 5600 processzorom és mellette egy RTX 3070 videókártya. Számomra kevésbé ideális a 4K vagy az 1080p. Na de mégis miért nem ideális az 1080p? Azért, mert 1920x1080-as felbontáson a videókártyám túl erős a processzorhoz, és ameddig a 3070 több FPS-t is képes lenne kipréselni magából, addig az 5600 visszafogta. 4K-nál ellenben pont a fordítottja történik, a magasabb felbontás inkább a videókártyára támaszkodik, és mivel alacsonyabbak az FPS számok, kevésbé releváns a processzor ereje. Ebből kifolyólag egy ilyen erejű számítógép mellé 1440p az arany középút, ha az egyensúlyra törekszünk és a nulla felé akarjuk konvergálni a bottleneck értéket. Szóval dióhéjban ezért váltotta le az AOC Q27G2S a 32 incses 4K monstrumot. Na meg az előbb említett monitortól való távolság és reakcióidő kapcsolata miatt. De ugye nincs olyan, hogy tökéletes monitor. Hiába ez számomra a legideálisabb, van egyetlen egy dolog, amivel az őrületbe tudnak kergetni. Ez pedig nem más, mint a gombos megoldás a monitoron. De amikor egy monitor hátulján elhelyezett joystick helyett gombokkal kell alulról navigálnom, az maga a pokol. Még szerencse, hogy ehhez a monitorhoz jár egy szoftver, amivel ki tudom kerülni ezt a problémát. A különböző méretű és típusú monitorokhoz találtok linkeket a leírásban, akár PC-hez, akár konzolhoz kerestek. Amennyiben az elhangzottak után még mindig nem vagytok benne biztosak, hogy mekkora vagy milyen monitor lenne számotokra ideális, vagy esetleg az ultra-wide, ami mozgatja a fantáziátokat, akkor a leírásban lévő Discord szerverünkre csatlakozva segítünk megválaszolni a kérdéseket és megtalálni a legjobb monitort. Ez lett volna a mai videó, remélem tetszett, ha igen, dobjatok egy like-ot, és ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára!